Október 23-ára emlékeztek. Vásárhelyen közösen és külön is ünnepeltek. Indul a Szabó Magda Kamara Színház második évada. A helyszín már a Városháza felújított pincéje lesz. Elkészültek az új járdák. Kerékpáros csapattal járták körbe a helyszíneket. Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, önök a Híradót látják, Kozó Attila vagyok. Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján közös megemlékezésen vett részt a város vezetése, a képviselők, a civil szervezetek és Vásárhely lakossága szerdán 17 órától az Örökmécses emlékműnél. Vannak a történelemben pillanatok, amikor mindenkinek szint kell vallania, és az is szint vall, aki ilyenkor elbújik, mondta emlékező beszédében Nahimi Péter történész. A város polgármestere, mint az várható volt, Orbán Balázs 1956-ot is érintő, közelmúltban elhangzott, nagy vihart kavart mondataira is reagált az ünnepségen. Egy nép kiáltott, aztán csend lett. De most sokan kérdik, mi történt? Ki tett itt csontból, húsból törvényt? Az ünnepség elején Márai Sándor Mennyből az Angyal című forradalmi versét mondta el Pletka Levente Attila. Október 23-a különleges értéket képvisel a magyarok életében, ez az érték pedig a magyar vér, hangsúlyozta Nahimi Péter történész. Nehéz minékünk méltónak lenni ekkora áldozatra. A kérdés a számunkra is az kell, hogy legyen, most és minden évben ilyenkor, hogy mi, itt és most, 2024-ben vajon méltóak vagyunk-e? Úgy élünk, úgy éltünk és úgy élünk-e, hogy azzal méltónak bizonyuljunk az 56-os hősök áldozatára, amelyet értünk is hoztak. Az elmúlt évek gyakorlatától eltérően a Fidesz-KDNP képviselői is részt vettek a városi megemlékezésen. Márki-Zay Péter beszéde elején az összes jelenlévő mellett kiemelten köszöntötte őket. Az 56-os ünnepi megemlékezésen a polgármester összehasonlította a 2000-es évek és a 2020-as évek Orbáni retorikáját. Mi az ajtót a nyugatnak kinyitottuk, az oroszoknak, a Szovjetuniónak, a kommunizmusnak meg ajtót mutattunk. És azt üzenjük a jövőnek, hogy ne engedjék, hogy ezek a dolgok visszamásszanak az ablakon. A fiatalok továbbra is tartsanak ki a nyugatos Magyarország mellett. Ne engedjék, hogy Magyarországot erről az útról letérítsék. Ne váljunk a Gazprom legvidámabb barakjává. Lehet, hogy az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik. A szónok több ilyen Orbán Viktortól származó zömmel 2009 előtti idézetet vetett össze a miniszterelnök mai, ezzel ellentétes nyilatkozataival. Az ünnepségen Borovics Tamás, a Szegedi Nemzeti Színház művésze, Faludi György 1950-ben írt Széjegyzett papír nélkül című versével idézte meg a forradalom előtti Rákosi korszakot. És futhattam volna nyugat felé, mikor még nem zárták le drótsövénnyel az utat. És később is. Mikor jó barátok vezettek volna ki, de csak maradtam. Miért? Kíváncsiságból. Azért is, mert már túl sokat bolyongtam, és mert ez a város a hazám és a földem. Az Örökmécsesnél többek között az önkormányzat, pártok, rendvédelmi szervezetek, olvasókörök, civil szervezetek helyezték el a tisztelet koszorúit. A hagyománnyá vált fáklyás felvonulás a Nagy Imre sétánytól az emlékpontig vezetett, ahol zenés-verses műsor zárta a megemlékezést. A Fidesz helyi képviselői és a párt szimpatizánsai még a városi ünnepség előtt, délelőtt külön is megemlékeztek a magyar forradalom és szabadságharc évfordulójáról. Lázár János a kormányt képviselve Kolozsváron vett részt koszorúzáson és mondott ünnepi beszédet az Operában. Az aktuálpolitika mindkét helyszínen a beszédek része volt. A magyar szabadságharc nem ért véget, most is meg fogjuk védeni szuverenitásunkat, jelentette ki Nagy Enikő Diana, a Fidesz önkormányzati képviselője a párt délelőtti ünnepségén, ahol aktuál politikai kérdésekről is beszélt. Ma már arról beszél az, aki az ország miniszterelnöki székében óhajtja magát látni két év múlva, hogy csak egy pici szuverenitásról, egy pici önállóságról kellene lemondanunk.
Még a kampány sem kezdődött el, de már ezzel érzékenyíti híveit. Hogy mire odaérünk, addigra barátkozzanak meg a gondolattal, milyen könnyű is lemondani hazánk önrendelkezési jogairól. Az alkú így néz ki. Minél több jogunkról mondunk le, annál több pénzt kap az ország. Szerinte ez egyszerű megegyezés. Szerintünk bűn. Az ünnepség végén a résztvevők egy-egy szál virágot helyeztek el a Nagy Imre sétányon álló 1956-os örökmécsesnél. Lázár János a kolozsvári magyar operában az 1956-os forradalom és szabadságharc 68. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen mondott beszédet, amelyben a kié is 56 öröksége különbségtétel is szerepelt. 56 szent és sérthetetlen. Nekünk, otthon, fideszeseknek biztosan az. Az 56-osok a szellemi őseink, alapító atyáink és anyáink. Az ő köpönyegeikből bújtunk ki mindannyian, mondhatnám ő úgyis az ő viharkabátjaikból, szemben azokkal, akik a másik oldal pufajkáiból bújtak ki. Ez a törésvonal, amely 70 éve bizony még barikád formáját öltötte, és mind a mai napig tart, keresztül húzódik a magyar politika terein. A vásárhelyi makói választókerület képviselője azt mondta, szentségtörés, ha valaki párhuzamot von az 56-os magyarok és a mai ukránok között. Ugyanakkor a beszéd egy részletével valószínűleg Orbán Balázsnak, a miniszterelnök politikai igazgatójának nagy felháborodást keltő mondataira is reagált, aki felelőtlennek nevezte az ukránok háborús védekezését, hozzátéve ők a magyar 56-ból kiindulva nem tanácsolták volna ezt. Nekünk szentségtörés az is, ha valaki elvitatja a 70 évvel ezelőtt hozott áldozatok értelmét, ha úgy látja, vagy úgy láttatja, hogy az önfeláldozás, a hősiesség hiába való volt. A miniszter koszorúzott is a kolozsvári sétatéri 56-os emlékműnél. 2024-ben a Hódmezővásárhelyi Önkormányzat mintegy 200 millió forintból újított fel rossz állapotú járdákat. A most letérkövezett járdaszakaszok nagy részét 50-60 éve nem újították fel. Kedden késő délután rendhagyó módon avatták fel ezeket. Két keréken, szép új térköveken gurult be Márkizai Péter és az őt kísérő kerékpáros csapat az Európa Parkba kedd délután. A kertvárosi szakaszokon kívül a Kistópart utcai, a Hottó utcai és az Oldalkosár utcai járdákat is felavatták. Ez a lakótelep, ez velem egyidős, az innenső részei azok kicsivel később készültek, pont a fényképek tanúsága szerint. Azóta senki nem nyúlt hozzá ezekhez a járdákhoz, tehát sajnos sok megreperezett, hullámos lett, fagyökerek felnyomták, úgyhogy nagyon-nagyon sokan megköszönték most az itt lakók is, hogy hál' Istennek hozzáfogtunk, és hát még nincs vége, még mindig vannak olyan járdaszakaszok, amit majd meg kell újítanunk. Hegyi Endre fényképész egy különleges kiállítással várta a járdaavató kerékpárosokat. Édesanyámtól is kértem ki zseppész, hogy még itt tekercs filmre, és hát otthon akkor a fürdőszobába otthon pancsoltam abba az étteremben, és ezek az első képeim még, amit akkoriban fotóztam, 74-75-76-ba, és nagyon sok látnivaló volt itt a kertvárosban. A nézelődők nagyon örültek a képeknek. Felismerték rajtuk az erkély ablakaikat, és azokat az épületeket, ahol gyermekkorukban laktak. Egyik leghamarabb a mi Rudnai 31-es sárga csempés aljuházunk volt kész. A nosztalgiázáson túl a kiállítás apropója, hogy a város ismert fényképésze már 50 éve dokumentálja Hódmezővásárhely ünnep és hétköznapjait. Idén 10 éve, hogy Hegyi Endre digitalizálja az archívumát. Ennek is köszönhető, hogy most ezeket a képeket bemutathatta a közönségnek. A rendezvény jó hangulatú beszélgetésekkel folytatódott és közös sütögetéssel ért véget. Súlyog Csabát a belső lelki folyamatok helyett most inkább a külvilág érdekli, és olyan aktuális témákat vett papírra, mint a háborús helyzet vagy a különböző társadalmi problémák. A szerző nagyon kíváncsi, hogyan fogadja új írásait a közönség, ezért a már elkészült költeményeket a könyvtárban próbatétel elé állította, így a közönség is kaphatott belőlük egy kis ízelítőt. Számos írása született, amelyeket most megmutatott a közönségnek, mert kíváncsi volt, milyen hatást váltanak ki sorai.
A helyzetfelmérés azért fontos, mert az alkotó a belső lelki folyamatok helyett most inkább a külvilágot vizsgálja. Most több olyan vers is van, ami inkább a külvilágra reflektál, és kifejezetten aktuális témákat feszeget, akár közéleti, akár a háborús helyzet, akár a különböző társadalmi problémák, amikkel eddig is foglalkoztam, de talán nem ennyire aktuálisan, vagy nem ennyire aktuális fogalmakat, szimbólumokat behozva a versekbe. Tehát mindenféleképpen ez egy jellemzője ezeknek a mostani verseknek. Sulyog Csaba szeret zenét hallgatni, ezért versein a popkulturális hatások is érezhetők. A Végletek együttes számait is jól ismeri, ezért lett beszélgető partnere Török László, dalszövegíró, basszusgitáros a könyvtárban. Az est pedig azért kapta a Véraláfutás az ülelésben címet, mert a költő szerint ez a kifejezés jól szimbolizálja életünk kettőségét. Az ember életében egyszerre van jelen a bensőséges viszony, mondjuk egy kapcsolatban, mondjuk egy ölelés képében, de ugyanakkor ugyanannak az embernek az életében lehetnek veszteségek, kudarcok, fájdalmak, amik meg a véraláfutást fejez ki. Sulyog Csaba 5. verses kötete még nincs kész, de formálódik, főleg, hogy jól vizsgáztak bemutatott versei. Előtte azonban a szerző korábbi költeményeiből is szeretne egy válogatást megjelentetni Falu címmel. Indul a Szabó Magda Kamara Színház második évada Hódmezővásárhelyen, a korábbihoz képest annyi különbséggel, hogy az emlékpont helyett a polgármesteri hivatal a Városháza felújított pincéjében lesz a teátrum hivatalos játszóhelye. Ezen a szombaton visszatér a városba Détár Enikő és Sztárek Andrea, a két színművész most a Férfi című előadással szórakoztatja majd a közönséget. A folytatásban jön még Piros Ildikó az Abigail titkaival, és a Família Kft. Egykori szereplői is itt adnak majd egymásnak randevút, csak pár példa a következő hetek programjából. Az év első felében lerakta alapjait a Szabó Magda Kamaraszínház, így most már második évadát indítja el Hódmezővásárhelyen, csak új helyszínen. A Kossuth téren, a polgármesteri hivatal aljában, az új zenekar és kamaraszínház teremben. Igen, október 26, este 7, Sztárek Andrea, Détár Enikő a Férfi című előadásával indulunk, és várunk mindenkit szeretettel. Az idei repertoárból sem hiányozhat az improvizációra épülő pszichoteátrum, amely a színházat a pszichológiával ötvözi. A nézők itt aktív részesei lehetnek a történetek alakításának, most a gyászfeldolgozáshoz kapnak segítséget. Lesz ugye pszichoteátrum, mondom mikor, november 16-án, de legelsőként az Abigail titkai Piros Ildikó este lesz, ugye végre Hódmezővásárhelyen. Lesz egy divaest a Stubende Katival, a Brunner Mártával és a Széles Flórával, most itt próbálok nem kiadni senkit, és aztán pedig lesz egy ilyen família találkozó a Família Kft. Szereplőivel, és akkor ez lesz az első ilyen pódium műsora a Legendák köztünk élnek sorozatban. A nyári budapesti szakmai napok után, amikor a színészpalánták a szinkron stúdiókba, illetve castingokra látogattak el, a drámasuli is folytatódik majd szombatonként 2 órától a polgármesteri hivatal felújított pincetermében. Kedves nézőink, Önök a Vásárhelyi Televízió híradóját látták. Az időjárásról most csak annyit, hogy reggelente 4-5-6 fokos hőmérsékletekre számíthatunk, a nappali értékek pedig egyre inkább megközelítik a 20 fokot, szombaton vasárnap a 20 fokot meg is haladhatják majd. Most következik Időben című hírháttérműsorunk, melyben Márkizai Péter polgármesterrel beszélgetek. Addig is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!